Ötödik fejezet. Az évek múltával Önsó úr ereje mindinkább hanyatlott. Világéletében tevékeny ember volt, és virágzó egészségnek örvendett. De most hirtelen elhagyta ereje. És mikor így a tűz sarkába kényszerült, különösen ingerlékeny lett a természete. Minden apróság felizgattas magán kívül lett a legkisebb gyanúra, hogy tekintélyét kimeri kezdeni valaki. Különösen azt nem tudta eltűrni, hogy kedveltjének valaki parancsolgasson, vagy éppen szigorúbban szóljon rá. Kínos féltékenységgel vigyázott, nehogy durva szóval illesse valaki a fiút. Úgy látszik, fejébe vette, hogy mivel ő szereti Heathcliffet, a többiek mind gyűlölik, és nincs más vágyuk, mint hogy valamiképp ártsanak neki. Ez nagy kárára vált a gyerekeknek, mert a legjobb szándékúak közülünk, nem akarván ellenkezni az úrral, belenyugodtak részlehajlásába, és ez csak táplálta Heathcliff gőgjét, csak növelte jellemének megátalkodottságát. Mindez azonban már szükségszerűnek látszott előttünk. Kétszer-háromszor megtörtént, hogy Hindley az apja jelenlétében támadt rá Heathcliffre, ami alapos dübegurította az öreget, s az még inkább fokozódott, mikor meglátta, mennyire gyenge még ahhoz is, hogy botjával megfenyítse az engedetlent. Lelki pásztorunk, aki úgy biztosította megélhetését, hogy leckéket adott a kis Önsóknak és a kis Lintonoknak, közben pedig maga művelte tenyérnyi földecskéjét, azt tanácsolta, küldjék a fiatalembert kollégiumba. Mr. Önsó beleegyezett, bár nem szívesen, mert kijelentette, Hindley semmire sem való, és nem lesz belőle semmi, akárhová megy is. Őszintén reméltem, hogy most már békében leszünk. Fájt a gondolat, hogy urunk élete jó cselekedete miatt vált ilyen szomorúvá. Úgy képzeltem, hogy a betegséggel és a korral járó ingerlékenységét tulajdonképpen családi bajai okozták, amint ő is vallotta. Valójában, tudja uram, szervezetének gyöngülése volt az oka mindennek. Ám továbbra is nyugodtan élhettünk volna, ha nincs ott Keti kisasszony és Joseph a szolga. Az utóbbit bizonyára látta is oda át. Nem ismertem, és nem ismerek ma sem nagyobb és megáltalkodottabb farizeust ő nála. Úgy ki tudja forgatni a Bibliát, hogy az áldást mind magának gerebjézi halomba, s az átkot mind a más fejére szórja. Ügyessége, mely főként szentbeszédek tartásában és kegyes mondások hangoztatásában érvényesült, mély hatást gyakorolt Önsó úrra, és minél inkább gyengült gazdánk, annál inkább erősebb lett Joseph befolyása. Szüntelen zaklatta, hogy foglalkozzék többet lelki üdvösségével, és nevelje nagyobb szigorral gyermekeit. Rábírta, hogy Hindleyben már csak menthetetlen bűnöst lásson, és minden este kifogyhatatlanul szapulta Heathcliffet és Catherine-t. És mindig azzal hízelgett Önsó gyengéjének, hogy főképpen a lányt hibáztatta mindenért. Bizonyos, hogy olyan szokásai voltak Ketinek, amilyeneket más gyermekeknél még sosem láttam. Türelmünk 50-szer is elfogyott miatt a napjában. Attól a perctől, hogy felkelt, addig, amíg elaludt, nem volt egy pillanatunk sem, hogy ne kellett volna valami csintalanságtól tartanunk. Nem férte bőrébe, nyelve folyton járt, énekelt, nevetett, bosszantotta azokat, akik nem tettek úgy, mint ő. Megfékezhetetlen kis boszorkány lett belőle, de senkinek sem volt vidámabb szeme, hízelgőbb mosolya és könnyebb lába az egész környéken. Egyébként nem hiszem, hogy rosszat akart volna, mert valahányszor megrikkatott valakit, ritkán fordult elő, hogy mellette nem maradt volna. Addig vigasztalta, amíg csak az illető abban nem hagyta a sírást a kedvéért. Szerfelett rajongott Heathcliffért. A legnagyobb büntetés, amit ki lehetett eszelni számára, az volt, hogy nem engedték a fiú közelébe. Pedig hányszor kapott ki miatta? Játék közben legszívesebben a kis zsarnok szerepét vállalta. Kemény keze volt, és parancsolt minden társának. Megpróbált így bánni velem is, de én nem akartam teljesíteni parancsait, és vonakodtam alávetni magam szeszélyeinek, s ezt tudtára is adtam. Ami Önsó urat illeti, ő nem igen tűrte a tréfát gyermekeitől, mindig szigorú volt velük és komoly. Catherine nem tudta megérteni, hogy apja ingerlékenyebb és kevésbé türelmes betegségében, mint amilyen azelőtt.
egészséges napjaiban volt. Ingerült rendre utasításaiért, azzal kárpótolta magát, hogy alaposan felbosszantotta. Semmi sem okozott neki nagyobb örömet, mint az, ha mindnyájan őt szittuk. És ő szembeszállhatott velünk elszánt, szemtelen pillantásával, a mindig kész válaszaival. Kigunyolta Joseph kegyes átkait, engem alaposan megleckésztetett, s rendszerint azzal ejtette kétségbe atyát, ami legjobban fájt neki. Megmutatta, hogy tettetett szemtelensége, amit az öreg úr őszintének vélt, nagyobb hatással van Heathcliffre, mint az ő jósága. A fiú ugyanis mindenben és mindenkor engedelmeskedett a kislánynak, neki pedig csak akkor, ha maga is éppen így akarta. Miután egész nap a lehető legcsúnyábban viselkedett, este néha hízelegni próbált az öregnek, hogy kibéküljön vele. Nem, Keti, mondta ő. Nem tudlak szeretni, rosszabb vagy, mint a bátyád. Menj, imádkozzál, gyermekem, és kérd a jó Isten bocsánatát. Félek, hogy anyád és én nem igen lehetünk rád büszkék. Erre a kislány kezdetben sírva fakadt, de minél több visszautasítás érte később, annál megátalkodottabb lett. És már csak nevetett, mikor azt tanácsoltam neki, hogy bánja meg hibáit és kérjen bocsánatot. Végre ütött az óra, amely véget vetett Önsó úrföldi megpróbáltatásainak. Csendesen halt meg egy októberi estén a tűz előtt. Nagy szélvihar dühöngött a ház körül, és jajgatott a kéményben. Isten ítéletidő volt, de mégsem hideg. Együtt ültünk, én a tűztől valamivel távolabb kötöttem, Joseph a Bibliát olvasta az asztalnál, mert a cselédek is a teremben tartózkodtak, miután elvégezték a dolgukat. Keti kisasszonynak fájt valamilyen, és ezért csendesen viselkedett. Apja lábának dőlt, Heathcliff pedig a padlón feküdt, és fejét Keti térdén pihentette. Emlékszem, hogy az úr, mielőtt még kiszenvedett volna, lányának szép haját simogatta. Nemigen volt alkalma őt kedvesnek látni, és megkérdezte. Miért nem lehetsz mindig jó kislány, Keti? Az felé emelte arcát, és nevetve válaszolt. Miért nem vagy mindig jó ember, papa? De amikor látta, hogy ez ismét rosszul esik neki, megcsókolta kezét, és megígérte, hogy énekkel fogja elaltatni. El is kezdte halkan a dalt, és nem hagyta abba, míg apja ujjai el nem engedték az övéit, és feje mellére nem hanyatlott. Akkor csendre intettem, és kértem, ne mozduljon, mert hát, ha felébred az alvó. Némán kuporogtunk, akár az egerek, egy jó fél órán keresztül, és még tovább is így maradtunk volna, ha Joseph befejezvén olvasmányait, fel nem kell, hogy felébressze gazdáját, elmondassa vele imádságait, és szobájába vezesse. Közelebb lépett, nevén szólította, és megérintette a vállát. Mivel azonban az úr nem mozdult, Joseph rávilágított a gyertyával, és alaposan szemügyre vette. Tudtam, hogy valami baj történt, mikor letette a gyertyát, és megfogván a gyermekeket karjuknál, halkan elküldte őket. Menjenek fel szobájukba, zajt ne csináljanak, és imáikat mondják csak el egyedül ma este. Neki még lesz valami dolga idelem. Előbb jó éjszakát akarok kívánni papának, felelt Catherine, és nyaka köré font a karját, mielőtt még ebben megakadályozhattuk volna. Szegény gyermek rögtön felérte észre a csapást. Ó, hisz meghalt! Heathcliff meghalt! És mindketten felzokogtak szívettépőm. Panaszos jajveszékelésem elvegyült az övékkel, de Joseph ránk mordult, hogy ne bőgjünk így egy szent miatt, aki már az égben van. Majd küldött, vegyem kabátomat és szaladjak Gimmertonba az orvosért és a papért. Nem igen értettem, miféle szolgálatot tehetnek még ezek a megboldogultnak. Mégis nekivágtam az esőnek és a szélnek, s magammal hoztam legalább az egyiket, az orvost, a másik megígérte, hogy eljön délelőtt. Hagytam, hogy Joseph elmagyarázza, mi történt, magam pedig a gyerekek szobájába szaladtam. Ajtajuk félig nyitva volt, és láttam, hogy még nem feküdtek le, pedig már elmúlott éjfél. De nyugtalannak látszottak, és nem volt szükségük vigasztalásra. Szegénykék sokkal ügyesebben vigasztalták egymást, mint én tehettem volna. Soha nem festette pap szebben az eget, mint ők, ártatlan párbeszédükben. Miközben zokogva hallgattam őket, nem tudtam megállni, hogy ne kívánjam, bár mindnyájan egyek lehetnénk ott, boldogságban és biztonságban.